Sziasztok, drágáim! Fú, nagyon melegem van. Illetve elkapott tegnap óta az allergia. Úgyhogy gyógyszert is kell szedni rá. Most már. Itt mindjárt megnézem, hogy hova tettem. Itt jelentek ki is valam. De valahova letettem, azt tudom. Kezd meg a hátam is fáj. Mert tegnap a metróba voltam, és visszafele. Vagyis hát a metróból visszafele, én ültem hátul. És tudni való, hogy a szuperátus kocsinnak a lengés csillapítója fos. De annyira, hogy mikor egy másik ember, az ismerősünk ült hátul, akkor is fölkavarta a gyomrát, nekem meg történetesen 2 napja fájt a hátam, hát elmúlt, aztán újra kezdte most annak fényében, hogy én hátul ültem, úgyhogy eléggé fájdalmas most ez. Plusz itt az allergia, látni is lehet a számán, hogy meg van dagadva, illetve folyik az óram. A gyógyszeres kezeléssel majd megoldjuk ezt a problémát. A hónap múlt és annyira nincs kellem menni, de várom. Már várom, hogy mivel találnak meg. Vajon, hogy mit csinálok majd rosszul, vagy mi nem tetszik az egyiknek, másiknak. Ezt nagyon várom, mert olyan sosincs, mióta visszamentem dolgozni, hogy én valamit jól csinálnék. Valami mindig van. És amennyire szerettem ezt a munkahelyet, úgy megy le a kedvem az egésztől. Most ugyan vettem a kisfőnökömnek egy tofifit. Úgy voltam vele, hogy máshol 700-800 forint egy ilyen, a metróba 600 volt. Na most ő is szokott néha innivalót hozni, meg minden frincem francomat. Akkor miért el lehetne egyszer neki is vinni valamit? Jó, mondjuk ez nem egyszer történt már meg, mert volt olyan, hogy 2 hetente, 3 hetente süteményekkel bombáztam őket. De hát egészségükre úgy voltam már, hogy fogadjanak el. Hát, ha jobb lesz így a közeg. De mondom, mióta beteg állományból visszamentem, kb. 2 hónapja, azóta valami megváltozott. Magam se értem, hogy mi, mert annyi, hogy én egy kicsit csöndesebb lettem. Önbizalom hiányos, de hát mikor valaki beteg és 3 hónapig azt se tudja, hogy mi lesz vele, hogy megéri-e a holnapi napot, illetve hogy a mai milyen lesz, akkor gondolom ki se repesnétek az örömtől, hogy vissza kell menni dolgozni. Na mindegy, hát dolgozni kell, el kell viselni az embereket. Nehéz, mert nem egyszerű történet ez. De hát jó van. De mit is vettünk a metróba? Inkább elmondom azt. Vettünk 24 darab kutyakaját, egy harudat, meg egy ilyen vadas mártást, amit tegnap este megcsináltunk, hozzá kifőztünk tésztát, úgyhogy ma meg fogom kóstolni azt is. Ú, de ég a szemem. A kurva élet most. Tényleg a reggel fog szenvedni. Elég gáz lesz, mert ez elhúzódhat igen sokáig. A gyógyszerek mellé még egy gyógyszer kell majd szedjek. Nagyon jó, de akkor vegyük képbe. Igaz, hogy este kéne, de már úgy ég a szemem, hogy beveszek egy ilyen tablettát. Igaz, hogy ez se kólával kellene, de jó van.
Tehát az ismerősünktől kaptunk ilyen körtét, állítólag nagyon puha, mert neki zsákszámra terem ilyen otthon. Na, vegyük be ezt a szart is. Bocsánat, gyereket, csak mondom, nagyon rám jött. Nem tudom mitől. Közeledik a szeptember. Vagy az, hogy a parlag fű növekszik, és olyan helyen voltam, ahol volt, de mondjuk ezt sem mondhatnám, mert már kettő napja, mikor már mikor még nem is voltam semmi közelében, akkor is elkezdődött. Az a Lord Dustin készítmény eléggé gyenge. Akár van egy erősebb fajta, csak éppen azt felejtettem feliratni, de majd nézd meg. Könnyezik a szalon. Egész nyáron nem jön ki, majd ilyenkor jön ki. Hallottatok ilyet ma? És igen, látszódik is, hogy elég vörös. De hát nem tudom mit csinálni. Allergia szezonban, ettől nagyon sok ember szenved. Képzeljétek el, látta a metróban olyan rántott sajtot, hogy ilyen medve, és ilyen hát kisebbre van szelve, mint az eredeti. De 9100 forint én nem vettem meg. Mert nagyon drágának ítéltem. Illetve volt sima alaprántott sajt, fagyasztva, az pedig trapista volt 2400 forint. Nagyon nagy árak vannak itt, nem tudom, hogy mi lesz ez az országból. Mert eléggé brutális árak vannak, de a fizetés az meg nem nő. A családi pótlékot nem emelték már mióta, úgyhogy nagyon nehéz itt haladni. És akkor még azt mondják, hogy a 74.000 forint fizetés jó, amit jelenleg én kapok. Hát, biztos jó valakinek. Akinek nincsen kötelezettségei, meg semmi, annak biztos jó, de hát nekem azért még vannak terveim, álmaim, és nem lenne rossz kicsit többet keresni. De mindegy. Ma nem tudom, mit csinálok. Az allergiával szenvedek, úgyhogy nem tudom, megyek-e valahova. Tényleg küzdök azzal, hogy kilássak a szememet. Nem tudom, megyünk-e valahova. Majd a délután kiforja. 11 után. Addig meg eszek, iszok, fölöltözök, mert csak egy pólót kaptam fel gyorsan, még a nadrág, az pizsama. Na mindegy. Szép napot kívánok nektek. Nagyon vigyázzatok magatokra. Szép időnk van, hála a jó Istennek, jó meleg van. Lehet, hogy a vízlezés, vagy bográcsozás próbáljuk ki, nem tudom. Lehet, hogy csak itthon eltűnünk. De mondjuk kedvem nincsen menni dolgozni hétfőn, nagyon ideges vagyok, feszült vagyok ilyenkor. Elmondják azt, hogy nem lesz baj, én alaphelyzetben feszült vagyok, mikor ilyen helyzetek vannak. Na mindegy, nagyon szép napot kívánok nektek, vigyázzatok magatokra. Használjátok ki ezt a gyönyörű időt, de mindjárt itt a szeptember egy esős időszak jön. Olyankor, igaz, hogy augusztus 20-án is esett, meg utána is, de most tegnap állítólag a tűzijátékot bepótolták. Nem tudom minek, én nem szeretem annyira, de sok ember oda van érte. Na mindegy,
Akkor most újra elköszönök, sziasztok, legyen szép napotok, használjátok ezt a gyönyörű időt, sétáljátok, mozogjatok, sziasztok!